A hadsereg is támogatja a párizsi rendőrség vadonatúj különítményét, amely munkába állt szombaton, a sárga mellényes tüntetés sorozat 19. hétvégéjén. Az új rendőrségi alakulat felhatalmazást kapott arra, hogy szükség esetén azonnal leállítsa a rombolást. Így fogalmazott Párizs új rendőrfőnöke, aki személyesen mutatta be a különítményt. Miután a szombati demonstrációk rendre feldúlták a Champs-Élysées és a Place de l'Étoile környékét, ezeket és az elnöki palota, illetve a nemzetgyűlés körüli utcákat is lezárta a rendőrség. A kormány lemondását követelő sárga mellényesek a Denfert-Rochereau metró megálló környékén gyülekeztek ezen a szombaton. A hatóságok Nizzában is korlátozták a sárga mellényesek szokásos hétvégi megmozdulását, ami bár sokat veszített lendületéből november közepe óta, még mindig feldúlja a mindennapokat és a közéletet is Franciaországban.